Ja, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit az előadásunkon. Ugye az előadás témája is a családvédelmi akcióterv. Azért szerveztük ezt a kis előadást, megbeszélést, hogy egy kis képet adjunk a július 1-én érvénybe lépett akciótervről, illetve arról, hogy milyen formában, hogy lehet igényelni. Ugye bizonyára mindenki tudja, hogy a falusi csokkot, hogy Beremenden is lehet, illetve Beremend környéki településeken, és azt gondolom, hogy sosem lehet aktuálisabb, mint most. Mi ezt úgy terveztük a kolléganővel, hogy alapvetően két nagy blokkot. Az elsőben, ugye, hogyha jól mondom, akkor a falusi csokk és a csokról, a csokk változásairól tartanák egy kis előadást, aztán a blokk második felében pedig a babaváró hitelről. Jó, és igazából nem találtam szakavatottabb kollégát, mint az Andreát, aki területi értékesítési vezetőként dolgozik, és ő ennek a témának az alapos ismerője. Akkor fel is kérem őt, hogy tartsa meg akkor ezt a prezentációt. Köszönöm szépen. Hát akkor bemutatkozok, Domokos Jánosné vagyok. Egyébként született Trap Andrea, tehát itt a beremendiek lehet, hogy ismernek, vagy a szüleimet igazából nem is engem, mert én már nem mostanában mentem el Tolna megyébe, de édesapám beremendi kötődésű. Azt szeretném mondani, hogy ha valakit ezek után a babaváró hitel vagy a falusi csok konkrétan érdekel, akár személyesen tudunk utána konzultálni, személyre szólóan, illetve bemutatnám Csizmadia Zoltánt, aki Siklóson tevékenykedik, úgymond, és partnerünk a takarékcsoportnál, úgyhogy őt is lehet keresni, névjegyet tud esetleg adni önöknek, és akkor rajta keresztül is tudunk, illetve engem is föl lehet hívni bármikor, jó? Tudunk konzultálni. Köszönöm, akkor leülnék, jól, és akkor kezdeném. Na. Tehát akkor a témánk, ahogy beszéltünk, ugye Zsolt említette, a július 1-én bevezetett családvédelmi akcióterv. Az akciótervnek egyébként, amit a kormány ugye bevezetett, 7 pillére van. Ebből az első 3 pillér az, ami a pénzintézetekhez tartozik, a babaváróhitel, ugye a csok és a falusi csok, és a jelzálog hitelekhez nyújtott támogatásnak a bővítése. A 4 vagy több gyermekes anyák SZIA mentessége, a nagycsaládosok autóvásárlási programja, a bölcsődefejlesztési program és a nagyszülői GYED. Ez a másik 4 pillér egyébként a járási hivataloknál kezdeményezhető. Tehát az első 3 az a pénzintézetekhez tartozik. Egy picit, hogy képbe legyünk, ugye, hogy is fejlődött ez a támogatás. 1988-ban indult, lehet, hogy itt a fiatalokra még a szüleik annak idején még fölvették ezt az úgynevezett szocpolt. Akkor indult ugye a szocpol és a félszocpol, és az évek során folyamatosan bővült különböző támogatási formákkal. 2009-ben egy picit ugye ez elcsendesedett, hiszen ugye ott volt a válság időszaka, majd 2015-ben elindult a családok otthonteremtési kedvezménye, ugye rövid nevén a CSOK, és ez folyamatosan bővült, illetve folyamatosan különböző rendeletekkel módosították. Ehhez a családok otthonteremtési kedvezményéhez hozzátettek úgymond egy 3%-os kamattámogatott hitelt, amit egyébként OTK-nak hívunk, és ez egyébként csak akkor vehető igénybe, hogyha a csokot is igénylik az ügyfelek. És ugye most 19. július 1-ével a 17/2016-os kormányrendeletnek a módosításával ugye lett a falusi csok. Hát akkor bele is kezdenék ugye először is a falusi csokba. A határidőkkel kapcsolatban a normál csok esetében ez a 15 és a 19 július 1-i történet a normál csok, amikor azt említem. Az igénylési határidő ugye nem megadott, tehát normál csokkot folyamatosan lehet igényelni, ott nincsen határidő. A falusi csok esetében viszont 2022. június 30-áig lehet igényelni, tehát eddig kell a pénzintézetekhez az igényt benyújtani. A lakás célkorában ugye új lakás vásárlása vagy építése lehetett, illetve használt lakásnak a vásárlása és a bővítése. Ez most annyival egészült ki, hogy a falusi csok esetében a használt lakás vásárlása és egyidejűleg korszerűsítése, bővítése, vagy a már meglévő lakásnak a korszerűsítése és bővítése, vagy bővítése. Tehát nem kell mind a kettőt egyszerre, elég, hogyha valamelyik mellett dönt az ügyfél.
A 3%-os OTK, tehát ez az otthonteremtő kamattámogatásos hitel, ugye ez 3%-os fix kamatozású 25 évig. Itt korábban kizárólag csak új lakásnál, tehát építésre, új lakás építésre vagy új lakás vásárlására szólt, most viszont minden lakáscél esetén használható, kivéve a bővítés. Ezt a jogszabályalkotó így alkotta meg, hogy a bővítés esetére nem, de egyébként vásárlásra, korszerűsítésre, és mind használt, mind új lakás esetében. A támogatási összegnél nagyon fontos azt tudni, hogy a normál csok esetében le kell vonni, ha valaki korábban igénybe vett akár szocpolt, a régi úgynevezett szocpolt, vagy akár a csokkot. Most viszont a módosítás annyiba történt, hogy ha 2011. december 31 után igényelt valaki csokkot, és valamilyen okból visszafizetésre kötelezték, tehát vagy azért, mert eladta az ingatlant, és nem vásárolt ugye újat, vagy azért, mert váltak, vagy azért, mert ugye a vállalt gyermeknek a teljesítése nem történt meg, és visszafizették, akkor ezt az összeget már nem kell figyelembe venni, és nem kell levonni az most igényelt csokból. Illetve egy másik nagyon fontos szabály, hogy nem kell levonni a 2015. június után vásárlási cél igényelt csokkot, ha bővítés, korszerűsítés ezen az ingatlanon történik. Tehát, hogyha valaki korábban 2015 óta csokkal vásárolt meg egy ingatlant, és most is abban az ingatlanban lakik, és ezt az ingatlan szeretné korszerűsíteni, bővíteni, akkor az akkori korábban igénybe vett csokkot, ha visszafizette, hanem nem kell figyelembe venni. Tehát megkaphatja a teljes összeget. Normál csok esetében ugye az ország bármely településen igényelhető, a falusi csoknál viszont 2486 preferált kis település van, hát mivel körülbelül ugye 3200 település van Magyarországon, tehát ebből ugye azért elég jól látható, hogy inkább csak a városok azok, amelyek ugye nincsenek benne ebbe a programba, tehát szinte az összes apró település, tehát itt Beremend és ugye a környező folyam mindegyik kis településben nem van. A lakáscélokról elmondható, hogy korábban nem voltak kombinálhatóak ezek a lakáscélok, most viszont ugye bármit össze lehet rakni. Tehát ha használt lakásvásárlásnak az igénye van, akkor egyidejűleg ugye korszerűsíteni és bővíteni is lehet, illetve a meglévő lakást ugye korszerűsíteni, bővíteni, annak ellenére, hogy már korábban csokkot igénybe vettek rá. Az OTK hitelt, amint említettem, tehát ez a fix 3%-os 25 évre OTK hitel, itt szintén úgy működik a dolog, hogy lakásvásárlásnál, és plusz ugye hozzá korszerűsítés, bővítés esetén a teljes összeg figyelembe igényelhető, ha meglévő lakás korszerűsítés, illetve bővítése történik, akkor pedig annak a 10 vagy 15 millió forintnak a fele az, ami igényelhető. Mindig elmondjuk ügyfeleinknek, hogy az egyik legfontosabb dolog az, mielőtt még elindulna és valamelyik pénzintézetet fölkeresné és elindítaná ugye az igénylését. Az OEP jogviszonynak az igazolása az alap követelmény. Tehát ha nincsen meg az OEP jogviszonyigazolás, akkor nem tudunk addig befogadni semmilyen kérelmet. És ez minden esetben meg van határozva, hogy pontosan melyik típusnál hány napos folyamatos TB jogviszonynak kell lennie. A normál csok esetében ugye 180 napos volt, tehát fél év volt az igazolásnak a tartalma, erről kellett szólnia. Egy és két gyerek esetében három gyereknél két éves folyamatos jogviszonynak kellett lenni. Most a falusi csok esetében az egy-két gyereknél egy éves folyamatos jogviszony, három gyermek esetében a két éves folyamatos jogviszonynak kell lenni. Valamint ugye erkölcsi bizonyítvánnyal kell rendelkezni mind a két félnek. A normál csok esetében elég volt, hogyha a büntetőjogi felelőssége tudatában kijelentette, hogy ugye ez rendben van, viszont a falusi csoknál konkrétan meg kell kérni az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt. Az OEP jogviszonyok esetében viszont az igénylők egyike kell, hogy rendelkezzen a megadott pontos nappal. Tehát ott nem kell mind a férnek, a férfeleségnek, nem szükséges. Itt van ugye összefoglalva tehát az, hogy
hány gyermek után mekkora csok összekapható, mekkora 3%-os OTK hitel, és mekkora jogviszony szükséges hozzá. Tehát ott látjuk, ugye most a falusi csokot, hogyha a két alsó rubrikát nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy ugye egy gyermeknél 600 ezer forint, két gyermeknél 2 millió 600 ezer forint, és három vagy több gyermek esetében 10 millió forint az igényelhető csok összege. Ez mellé, ugye, ha egy gyermek után igénylik a csokot, akkor ugye ez a 3%-os OTK hitel nincsen. Korábban csak a három gyermekeseknél volt, ez lett ugye kibővítve annyival, hogy most már a két gyermekes családok kérhetik ugye a 10 millió forintot, és a három vagy több gyermek esetében a 15 millió forintot. Mellette látszik ugye az OLP jogviszonynak az időtartama. Tehát, ha ránézünk erre a táblázatra, akkor azt látjuk, hogy falusi csok esetében annyi a kedvezmény, hogy a normál csoknak az új lakás vásárlására vagy építésére szóló összegekkel egyezik meg a falusi csoknál a használt lakás vásárlásnak az összege. Ami ugye szükséges ahhoz, hogy egyáltalán elinduljon valaki egy pénzintézethez, és így meg tudja igényelni a csokot, itt vannak a személyi és egyéb feltételek. Tehát köztartozásmentesség szükséges mind a két igénylőnél, vagyis ugye a NAV-tól be kell szerezni a köztartozásmentes nemleges igazolást. A csok igénybevételével megvásárolt lakásban kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdon. Tehát ha mondjuk egy férfeleség az igénylő, akkor mind a kettőjüknek tulajdont kell szerezni a megvásárolandó ingatlanban, viszont nincsen meghatározva, hogy 50-50%-ba. Tehát a felek eldönthetik, hogy akár 1 és 99%-os tulajdonjogot szerezzenek, de mind a kettőjüknek kell szerezni tulajdont. Tehát azt nem lehet mondani, hogy most akkor csak a férj vagy csak a feleség, és az sem lehet, hogy a gyermekre iratjuk, vagy szülőre, vagy bárkire. Tehát itt csak a támogatott személyek mindig ugye a szülők lehetnek. Azt is mindig el szoktuk mondani, és nagyon fontos, hogy mielőtt ugye adásvételi szerződést készítetnek ugye egy ügyvédnél, akkor a vételárnak a maximum 10%-át lehet készpénzben kifizetni. Tehát át lehet adni több pénzt, mint a 10%, az lehet ugye több a foglaló előleg bármi, tehát itt a feleknek meg kell egyezni az eladónak és a vevőnek, viszont a készpénzes átadás az maximum 10% lehet. Ha valaki ennél többet ad át, működhet attól még az adásvétel, viszont állami támogatást nem fog kapni az ügy mellé. Az egy nagyon fontos dolog szintén, hogy a háznak a vételára, ami ugye szerepel az adásvételi szerződésben összeg, és a hitelintézet által megállapított forgalmi érték, vagyis az értékbecslő által megállapított forgalmi érték egymástól a két összeg 20% különbözet lehet. Tehát nem lehet itt semmi esetre se olyan, hogy az adásvételi szerződésben szerepel egy 10 milliós vételár, és egyébként amikor kimegy az értékbecslő, akkor mondjuk azt mondja, hogy ez csak 4 millió forintot ér. Csak a csok összege miatt mondjuk esetleg úgy gondolták, hogy egy ilyen árat írnak bele. Tehát mindenképpen az értékbecslő meg fogja állapítani a forgalmi értéket, és itt figyelni kell erre, hogy a 20% különbségnél ne legyen nagyobb. A csokot ugye igényelheti házaspár, igényelheti élettársi kapcsolatban lévő felek, és ugye egyedülálló is. Tehát itt ugye nem a házasságról beszélünk, tehát nem csak a házasságnak akkor kell lennie, és akkor van egy életkori korlát, hogyha vállalt gyermekekről beszélünk. Ha meglévő gyermekekről beszélünk, akkor csak a gyermeknek a kora számít. Egyéb esetben, hogyha valaki egyébként vállal gyermeket, akkor viszont valamelyik fél a 40. életév alatt kell, hogy legyen, és itt akkor ugye a házasságnak meg kell lennie. De egyéb esetben csak a gyermekek kora számít. A gyermekek kora viszont 25 éves korig lehet gyermeknek minősíteni valakit, abban az esetben, hogyha a családjában él, ugye ugyanazon a lakcímen, ahol a szülők, és nem rendelkezik önálló keresettel. Nem feltétlenül kell már az, hogy nappali tagozatos egyetemista vagy, tehát felsőfokú tanintézményben tanuljon, tehát már nem kell hozni egyébként iskolalátogatási igazolást sem. Az a lényeg, hogy a lakcímkártyájukon ugyanaz az a cím szerepeljen, ami ugye szülővel, és ne legyen önálló keresete, illetve hát ugye ne legyen házasságban, ő már saját jogon, mert ugye akkor már nem eltartottként van nyilvántartva. A falusi csoknál el szoktuk mondani, hogy tehát az, ami a normál csoknál működik, hogy normál csokból kinéztünk egy lakást, és normál csokból megvásároljuk, ugye valamennyi saját erővel vagy hitellel kiegészítve, a falusi csoknál ez önmagában nem működik. Tehát
a vásárlást mindig egy korszerűsítés vagy bővítésre vonatkozó költségvetéssel együtt kell benyújtani. Tehát ha valaki most azt mondja, hogy 3 gyermek után szeretné igényelni, ugye akkor ez 10 millió forintot jelent, 5 millió forintot lehet maximum vásárlásra költeni, 5 millió forintot maximum korszerűsítés bővítésre. De úgy döntenek, hogy hát elég nekünk, hogyha megvesszük ezt az ingatlant 5 millió forintért, és nem szeretnénk felújítani, mert ez nekünk rendben van, tehát mi ezt így elfogadjuk, ahogy van, akkor így nem lehet csak vásárolni. Tehát mindenképpen mellé kell egy korszerűsítést benyújtani, viszont az nincsen korlátozva, hogy annak is 5 milliónak kell lenni. Tehát ha valaki most úgy gondolja, hogy igen, mi itt most egy pár százezer forintból egy korszerűsítést megteszünk, persze a jogszabálynak megfelelő elemekkel egyensúlyba, akkor ez lehetséges. De csak vásárlásra, hogy én csak a vásárlási részét kérem, az nem működik. 10 évig életvitelszerűen kell lakni ebben az ingatlanban. Tehát valaki befektetési céllal, ha vesz valaki és albérletbe szeretné kiadni, tehát ebben az esetben egy csok ellenőrzés során, tehát hogy az államkincstár kimegy ellenőrizni, akkor visszafizetésre fogják kötelezni a támogatottakat. Tehát ezt tudni kell. A csok az mindig készültségi fokkal arányosan utólag történik. Tehát ez azt jelenti, lefordítva, hogy kell rendelkezni önerővel. A vásárlási részt az ugye rendben van az adásvételi szerződéssel, tehát az oké. Viszont a költségvetést, ugye az értékbecslő kimegy, megnézi az ingatlant, felértékeli, a költségvetést elfogadja, és azt mondja, hogy igen, ez reális, de ahhoz, hogy elinduljon az első folyósítás, ahhoz ugye önerővel kell rendelkezni, hiszen el kell indítani, mert mindig utófinanszírozott számlák benyújtásával utólag finanszírozzuk meg ezeket a készültségi fokokat. Maximum 5-ször lehet ilyen készültségi fokot kérni, hát most kisebb összegeknél ugye szoktuk javasolni, hogy ha lehet, akkor ne aprózzuk el, mert az annyiszor költséggel jár, ahányszor ugye kimegy az értékbecslő. És nagyon fontos, hogy a költségvetés összegének a 70%-áról el kell számolni számlával. Tehát nem a csok összege számít, hogy ki mekkora csok összeget kapott, hanem hogyha benyújt egy költségvetést, benyújt mondjuk egy 6 millió forintos költségvetést, de egyébként 5 millió forintnyi támogatás járna a 3 gyerek után, akkor a 6 millió forintnak, tehát a teljes költségvetésnek a 70%-áról kell számlával elszámolni. Most ezen a számlán, hogy anyagköltség van vagy egy munkadíj, azt mindenképpen ugye a családok eldöntik, hiszen lehet, hogy a családban van olyan ember, aki mondjuk tud villanyszerelni, vagy valamilyen szaki munkát el tud végezni, és ezért nem lesz arról számla. Viszont akkor anyagszámlát fog behozni. És mindig utólag történik. Mi az, amire figyelni kell egy falusi csoknál az ingatlan vásárlás esetén? Amikor vásárolja az ingatlant, ugye azt mondja a jogszabály, hogy az ingatlan nyilvántartásban lakóház vagy lakásként kell szerepelnie. Tehát ez azt jelenti, hogy a tulajdoni lapon nem lehet egyéb megnevezés, művelési ág megnevezés, csak lakóház vagy lakás. Tehát egyébre, nyaralókra és egyebekre nem lehet, tanyákra, külterületen lévő szántóföld, meg egyéb, tehát ilyenek nem működnek. És mindenképpen 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel kell rendelkezni. Ugye van egy ilyen kitétel, hogy ha főzőhelyiség nincs, akkor viszont egy 4 négyzetméter alapterületű főzést lehetővé tévő önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel kell rendelkezni, én szépen megfogalmazva. Tehát a lényeg az, hogy lakóház vagy lakás legyen a tulajdoni lapon, legyen egy szoba, ami 12 négyzetmétert meghaladja, és legyen egy valamilyen főzőhelyiség, ami szintén 4 négyzetméter alapterületű legalább. Tehát ezek ugye a vásárlás pillanatában. Normál csoknál ennél több kell, hiszen akkor ugye kell fürdőszoba, kell fűtés, stb. Viszont a falusi csoknál van egy olyan engedmény, hogyha ezek nincsenek meg, akkor majd a költségvetés elkészültét követően, ha megvan, akkor is igényelhető a csok. Tehát ez itt van a következő dián, tehát hogy korszerűsítés, bővítés után viszont meg kell felelni, hogy legyen benn fürdőhelység, legyen WC, legyen közműves villamosenergia, legyen szennyvízelvezetés. Abban az esetben, ha olyan a település, ugye vannak azért olyan kis települések, ahol nincsen meg a központi szennyvízhálózat, ott az egyedi zárt szennyvíztároló elfogadott, de azokon a településeken, ahol van kiépített szennyvíz, ott kötelező a rákötés. Tehát nem lehet azt mondani, hogy nekünk jó a mi zárt szennyvíztárolónk, nem, ott kötelezően rá kell kötni a szennyvízre. Ugye hát ivóvízszolgáltatás ugye szintén, és az alapterületek itt látszanak, hogyha egy gyermek van, akkor a 40 négyzetméter, két gyerek esetében 53 gyereknél 60, négy gyerek esetében 70 négyzetmétert kell meghaladni a hasznos alapterületnek. Itt nagyon-nagyon fontos az, hogy hasznos alapterületről beszélünk. Hát kis településeken azért tudjuk, hogy vannak ugye régebb típusú parasztházak, ahol a belmagassága alacsony.
Most lehet, hogy leméri valaki, és azt mondja, hogy igen, van nekünk 4 gyerekünk és 72 négyzetméter, tehát pont jók vagyunk, de hogyha nincsen meg az a belmagasság, amit ugye az értékbecslő ugye megnéz és megmér, akkor egy bizonyos szorzószámmal, hogyha ő ezt ugye átszámolja, akkor lehet, hogy ez csak 67 négyzetméter lesz. Tehát mindenképpen figyelni kell, hogy az hasznos alapterületnek ugye megvan, ezt meg tudja mondani pontosan az értékbecsló, hogy itt a magasság számít, tehát hogy mit ugye padlástérnél hogy számít, tehát erre figyelni kell, hogy a hasznos alapterületről beszélünk. És az a lényeg, hogy az értékbecslésben az szerepeljen, hogy a költségvetés, tehát a beruházást követően a lakhatási igények kielégítésére alkalmas legyen ez az ingatlan. Ez mindenképpen benne kell legyen az értékbecslésben, mert ha ez nem szerepel benne, most akár statikailag, akár bármilyen probléma van, akkor a csokot nem lehet igényelni. Tehát ez alapfeltétel, hogy ennek meg kell lennie a beruházást követően. A bővítés korszerűsítés esetén ugye mindig arra igényelhető a csok, ami még majd a közeljövőben lesz megvalósítható. Tehát ha valaki most elkezd építkezni, szétverte otthon a falakat, kibontották az ablakot, és kimegy az értékbecslő, és már mondjuk berakták az új ablakokat, és azt mondja, ez is hozzátartozik a művelethez. Akkor egészen addig, amíg az értékbecslő ugye kimegy és megnézi, az elvégzett munkákat már nem tudja figyelembe venni. Tehát mindig a jövőbeni fennmaradó bekerülések, költségekre igényelhető a csok. Az igénylőknek legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkezni az érintett lakásba. Tehát ugye amíg a vásárlásnál arról beszéltünk, hogy az igénylőnek, csak az igénylők szerezhetnek tulajdont, az vásárlásnál van, mindegy, hogy milyen arányban. A bővítés korszerűsítés esetén, amikor a meglévő lakásban már bent lakik, akkor ott elég, hogyha legalább az 50%-os tulajdoni hányaduk van. Tehát magyarul, ha valaki egy házaspár a szülőkkel lakik egy lakásban, akkor tudják csak igényelni a csokot a gyermekeikre, hogyha a nagyszülők valakire 50%-ot ugye legalább valamelyik félre, tehát 50%-nyi tulajdoni hányadot ráírat. Tehát abban az esetben tudnak igényelni, különben nem. A korszerűsítési munkáknál 3 éven belül kell befejezni a vállalt munkákat, bővítésnél 5 év. A bővítés és a korszerűsítés majd a különbözetet majd megfogom, vagy a különbséget meg fogom mondani, hogy micsoda. A bővítés ugye konkrét építkezésről szól, ezért ott hosszabb ez a határidő, ez a teljesítési határidő. És akkor menjünk bele abba, hogy mi a korszerűsítés fogalma, ugye, mert itt a jogszabály konkrétan nevesíti azt, hogy mi a korszerűsítés. A korszerűsítéshez tartozik víz, csatorna, elektromos gáz közműszolgáltatás bevezetése, illetve ennek a belső hálózatának a kiépítése, fürdőhelyiség, WC létesítése olyan lakásban, ahol még nem rendelkeznek ilyen helyiséggel, központi fűtés kialakítása, vagy akár cseréje, megújuló energiaforrások, például napelemek, egyebek, tehát ezek is ugye ide tartozhatnak. Az épület szigetelése, hőhang, illetve vízszigetelése, külső nyílászárók, energiatakarékos nyílászáróra való cseréje, tetőnek a cseréje, felújítás, szigetelés, kémény, és ami ugye általában leginkább most jellemző, hogy a belső tér felújítása. A belső tér felújításába lehet belevenni a belső burkolatnak a cseréjét, galériaépítést, belső elektromos vízhálózat cseréjét, fürdőhelyiségnek a felújítását, tehát a már meglévő fürdőhelyiségnek a felújítását, WC felújítását és a konyha felújítást. Ha olyan cél van, hogy például melléképületnek a felújítása, vagy kerítésnek az építése, ez is beleférhet a falusi csokba, viszont a költségvetésnek legfeljebb a 30%-áig. Tehát szeretne valaki egy garázsnak például az ajtaját egy szigetelt garázsajtóra cserélni, hőszigetelt, hangszigetelt garázsajtóra, megteheti, viszont a teljes költségvetésének ez maximum 30%-át teheti ki. Azokat a munkálatokat, amelyek viszont a korszerűsítéssel járó helyreállítási munkákhoz lehetne igényelni, az is működhet, például föl van verve végig a betonjárda, mert a vízvezetéket vezette valaki be, és ugye ott újra kell mondjuk járdát csinálni, akkor ez is működhet, viszont a korszerűsítés költségeinek ez viszont a legfeljebb a 20%-áig mehet. És ugye mi a bővítés? A bővítés az ugye ezekhez képest annyi, hogy a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával, minimum 8 négyzetméterrel történő növelése, vagy pedig a tetőtérnek a beépítése.
Tehát ezek tartoznak a lakás bővítéséhez, viszont nem minősül bővítésnek, hogyha valaki az ingatlanában meglévő falakat rak jobbról-balra, konyhából csinál szobát, szobából fürdőszobát, tehát azok nem, az a korszerűsítés fogalmába tartozik, tehát az 3 év alatt kell, hogy befejezzük, hogyha építkezünk ugye hozzá, vagy a tetőteret beépítik, az már bővítés, az 5 éves munkálati idő. Jó, a csokkal kapcsolatban így röviden ennyit tudtam elmondani, hogyha esetleg van valami kérdés, akkor így most mindjárt kijöhet nyugodtan, tehát ilyen interaktívá tehetjük a történetet, hogyha nem, akkor meg mehetünk tovább esetleg a babaváróval, jó? Akkor jó, a babaváró hitel szintén igénylési feltétele, ugye, hogy a határidő az 2022. december 31, tehát egy fél évvel később még lehet befogadni az igényléseket, tehát ez egy 3 éves történet. Az életkornál fontos, hogy mind a két félnek 18 évet be kell tölteni, és itt viszont konkrétan korlátozza, hogy a feleség nem töltheti be a 41. életévét. Egyértelmű, hogy babaváró hitelt csak házaspárok vehetnek föl, tehát itt még a regisztrált élettársi kapcsolat sem jó, tehát itt kifejezetten házaspárnak kell lennie. Mivel a babaváró hitel egy szabad felhasználású személyi kölcsön, igazából így lehetne ugye speciális feltételekkel, ezért mindenképpen itt kell ugye munkaviszony. Munkaviszonynál a 6 hónapos munkaviszonynak ugye meg kell lennie, utolsó 3 hónapnak a mostani munkahelyén az igénylőnek. Ha valaki vállalkozó, az sincsen elutasítva, csak ott 12 hónapos vállalkozói múlt kell, ugye egy lezárt üzleti évvel, és nyugdíjat is el tudunk fogadni, hát ugye most itt a nyugdíjas és babaváró, de ugye lehet valakinek olyan egészségügyi problémája, ami miatt ugye nyugdíjas, de egyébként a gyermekvállalásra meg alkalmasak. Tehát ezért van, hogy a nyugdíjat is el tudjuk fogadni, mint munkaviszonyt és mint jövedelmet. A jövedelemnél, ha az egyik félnek már nettó minimálbére van, akkor a számítások alapján ez is elfogadható abban az esetben, ugye, ha nincsen egyéb más fennálló tartozása. Mivel a 10 millió forintról beszélünk, és a 10 millió forint 5 évig mindenképpen kamatmentes, ezért ha ezt elosztjuk, akkor ugye közel 42 ezer forintra jön ki a 20 évre. És ehhez jön még egy 0,5%-os állami kezességvállalási díj, ami összesen, tehát egy 10 millió forintos babaváró hitelnél 47 ezer forintot kell fizetni havi szinten. És mivel ugye a JTM törvény azt mondja, hogy a szabad felhasználású fedezetlen hiteleknél a nettó kereset 50%-a terhelhető, tehát ezért mondjuk ugye, hogy egy 100 ezer forintos nettó minimálbérnek a felébe beleférünk ebben a 47-tel, ha nincsen egyéb más tartozása az ügyfélnek. A TB jogviszonynál, ugye amit beszéltünk az előbb a csoknál, hogy fél év, egy év, két év, a babaváró ebben szigorúbb, itt 3 év TB jogviszonynak kell lennie. Tehát minden esetben azért javasoljuk, hogy akár babaváró hitel, akár csokról, falusi csokról beszélünk, az első út menjen a webhez, ki kell kérni az igazolást, ha ott rendben van, akkor innentől kezdve tudunk foglalkozni az igényléssel. És ami még egyéb speciális feltétel, hogy itt is ugye kell a büntetlen előélet, a köztartozásmentességnek ugyanúgy meg kell lenni, tehát ugye nem lehet adótartozás, és a negatív KHR információ sem lehet. Ez a köztudatban ugye régen a bárlista, tehát nem lehet sem aktív, sem passzív mulasztás a KHR-en. Abban az esetben nem tudjuk, hiszen ez egy hitelforma, tehát itt mindenképpen a KHR-t figyelembe vesszük. Mindig felteszik nekünk ezt a kérdést, hogy akkor babaváró hitelnél hány gyereket kell vállalni. Konkrétan nem kell vállalni. Tehát amíg a csoknál, ha valakinél nincsen gyermek, vagy egy vagy kettő van, vállalhat hozzá gyermeket, ott egy támogatási szerződés úgy is jön létre, hogy le van fektetve pontosan, hogy igen, hány gyermeket vállalunk. Babaváró hitel esetében nem kell. Babaváró hitelnél az a lényeg, hogy 5 évi kamatmentességet biztosítunk, és ha 5 éven belül nem születik meg egy gyermek, akkor abban az esetben egy piaci kamatozású hitellé válik. Most van neki persze egy olyan negatívuma, úgymond, hogy
az addig felgyűlemlett kamattámogatás összegét, azt viszont ki kell akkor fizetni, ha a kamattámogatást elveszti az ügyfél, azt ki kell fizetni 120 napon belül egy összegben. Tehát ez egy kicsit azért tud fájni, és erre, tehát ez az egy olyan van, amire tényleg azt mondom, hogy nagyon oda kell figyelni, hogy azért ez benne van ez a rizikó, de konkrétan vállalni, hogy egy, kettő, vagy három, vagy akárhány gyermeket nem kell megmondani. Tehát egy gyermeknél már azt mondjuk, hogy a teljes futamidőre kamatmentes a hitel. Tehát amikor valaki megigényli ugye nálunk a babaváró hitelt, akkor mi azt kifolyósítjuk, megfelel ugye a feltételeknek, elbíráljuk és kifolyósítjuk. Az első 5 évben, ahogy mondtam, ez kamatmentes, a tőkét is ugye a kezességvállalási díjat kell fizetni, és ezt a kamatvállalást, ezt az állam fizeti meg a bank részére. Amikor a házaspár ugye az első gyermekét várja, akkor a 12. hetet betöltött magzatnál már azt mondjuk, hogy ő már gyermek. Tehát ha hozza a kismama az igazolást, hogy 12. hetet betöltötte, akkor ő már meglévő gyermeknek számít. Kívánjuk, hogy ne történjen semmi, de ha véletlenül baj van, akkor is már a kamatmentesség megjár a teljes futamidőre, hiszen ő már egy meglévő gyermeknek számít jogszabály szerint. Ebben az esetben, amikor ez a bejelentés megtörténik, akkor a kamatmentesség ugye tehát fixálva van, hogy biztosan az egész futamidőre működik, és lehet kérni a 3 év szüneteltetést. Vagyis nem kell fizetni 3 évig semmit. Tehát 0 forintot kell fizetni, és úgy, hogy ez a 3 év a futamidőben is kitolódhat, tehát a 20 éves futamidő 23 évre emelhető. Itt ugye az volt a cél, hogy amikor ugye a kismama otthon van a babával, akkor van éppen elég kiadás, tehát akkor a hitelt ne kelljen fizetni. Ha második gyermek érkezik a családban, itt is szintén ugyanúgy a 12. betöltött terhességi hétről beszélünk, akkor amikor ez a bejelentés megtörténik, akkor újra lehet kérni a 3 év szüneteltetést, és a fennálló tőketartozásnak a 30%-át állami támogatással ugye eltöröljük. Tehát az ugye kifizetésre kerül, és annyival, tehát 30%-kal kevesebb lesz a tőketartozás. A harmadik gyermek esetében már nincsen további szüneteltetés, viszont nincs is semmi értelme, mert a teljes fennálló tartozást az állam rendezi. Tehát a maximálisan kihasználható dolog, ha Jóisten is úgy akarja, és biológiailag is összejön minden, ha úgy jön be a házaspár, hogy már várják a babát, és 12 hetes terhesség megvolt, akkor ugye őnáluk már a kamatmentesség elindult, és azt mondja, hogy 3 évig nem fizetek. Ha 3 éven belül elindul ugye a második terhesség, és a 12. hétnél vagyunk, újabb 3 évet kérhet, tehát már akkor ugye eleve a 10 milliónak már a 30%-át nem kell kifizetni, tehát már csak 6 millió hétnél tartunk, és ha még következő 3 éven belül jön a harmadik baba, akkor ugye a 10 millió forintot úgymond az állam kifizette. Persze ugyanek nagyon sok mindennek meg kell felelni, meg működni kell a terveknek is, de egyébként kihozható belőle. Jó, tehát maga a konstrukció az így épül fel. A kamattámogatást viszont ugye el is lehet veszteni. Tehát a kamattámogatás elvesztésénél ugye úgy működik a dolog, hogyha 5 éven belül, tehát a bank ugye 5 évig nem szól az ügyfélnek, hogy na van egy gyerek, nincs gyerek. 5 év után ugye, ha nem jelentették be, hogy van egy gyermekünk, akkor ugye keresjük, hogy van egy gyermek, vagy nincs. Vagy ha nincs, akkor azt mondjuk, hogy igen, akkor innentől kezdve a kamattámogatás elveszett, és átalakul egy piaci kamatozású hitellé, és ekkor kell visszafizetni az 5 évben felgyűlemlett kamattámogatás összegét, amit ugye az állam fizetett meg a banknak. 10 millió forintnál, úgy nevesítsem, hogy körülbelül ez hol tart, 10 millió forintnál ez ilyen 2 millió 300 ezer forintot tesz ki. És ezt kérik, ugye, hogy ezt vissza kell fizetni, akkor egy összegben 120 napon belül vannak bizonyos méltányossági formák, amit lehet kérni, egészségügyi okok egyéb, de majd mindjárt a következő dián meg fogom mutatni. De egyébként nincs mentesség az alól, hogy ezt nem kell visszafizetni, hogy ezt tudomásul kell venni. Tehát azért az embernek, amikor bevállal bármifajta hitelt, akkor mindig azért tudatosan végig kell gondolni, hogy mik lehetnek azok a negatívumok, ami esetleg az életünk során bekövetkezhet, és mi tudjuk-e ezt vállalni. Tehát mindig a felelős döntést azért azt, nagyon jók ezek az állami támogatások, és mindenképpen szoktuk is javasolni, hogy most kell kihasználni, ha van erre lehetőség, de azért mindig a felelős döntést mindenki azért gondolja végig. A
Sajnálatos módon ugye van olyan is, hogy halálozás, meg van olyan is, hogy válás. A halál esetén a kamattámogatás ugye szintén elveszik, de abban az esetben, ugye, hogyha 5 éven belül ugye nem sikerült ugye a gyermeket vállalni. Ebben az esetben a halálozást követő 6 hónapban még jár a kamattámogatás, tehát ott még ez nem veszik el, és 6 hónapig a törlesztés is szüneteltethető. És a halálozás esetén az addig kapott kamattámogatást nem kell visszafizetni utólag. Tehát ez az egy eset az, amikor azt mondja az állam, hogy ebben az esetben nem kell visszafizetni. Válás esetén és egyéb esetben vissza kell fizetni. Tehát egészségügyi okok miatt nem született meg a baba akkor is, viszont ugye halál esetén hát egyértelmű, hogy ott akkor ugye nem lehet ezt már semmilyen úton, módon megoldani. Válásnál annyi a különbség, hogy ott ugye, ha 5 éven belül nem teljesül ugye a gyermekvállalás, és a házasságot felbontják, vagy érvénytelenítik, ugyanúgy a kamattámogatás elveszik, és be kell jelenteni ugye a pénzintézethez, hogy elváltak. Viszont új házasság esetén, tehát hogyha 5 éven belül, akár halálesetet követően, akár válást követően, mert ugye az élet ilyen, lehet egy új kapcsolat, és egy új házasság, akkor, és olyan személlyel, aki még a babaváró hitelt nem vette föl, akkor újraindulnak ezek a feltételek, tehát a határidő újra kezdődik, a kamattámogatás is, a törlesztés szüneteltetése is, és hát ugye a gyermekvállalási támogatás összege. Tehát ugye ezek újraindulnak az új házas féllel. A visszafizetési méltányosság az viszont arra vonatkozhat, hogyha ugye megváltozott munkaképességűvé vált valaki, vagy esetleg egy mentőségkezelési eljárásban részt vettek, és ugye ezt tudják igazolni, vagy hogyha egyéb egészségügyi dokumentációval tudják igazolni, hogy a terhességnek a kihordása nem javasolt, akkor ezekben az esetekben vissza kell fizetni azt a kamattámogatott összeget, viszont lehet méltányosságot kérni, és részletfizetési kedvezményt, ez a méltányosság, ez erről szól. Itt azért egy összehasonlító táblát készítettünk, ami arról szól, hogy ugye mi van akkor, hogyha elveszik a kamattámogatás, mégis mire lehet számítani, hogy ez a piaci kamatozás, ez mit jelent. Na most a kamatozás az nem úgy fog működni, hogy a bank 5 év után gondol egyet, és akkor a hasára csap, és valami bődületes kamatot fog rárakni a hitelre, hanem ez szigorúan szabályozott. Tehát az 5 éves AKK hozamnak a 130%-a plusz 2, illetve az 5%-kal kell kalkulálnunk. Ez jelen esetben ugye a 7,73, tehát ha megnézzünk egy takarékfix személyi kölcsönt, és megnézzük annak a kamatsávját, akkor látjuk, hogy ha a babaváró hitel most piaci kamatozásúvá alakulna, akkor a személyi kölcsönünknek az alsó határain mozog. Tehát egy személyi kölcsönnek az alsó határával kell körülbelül kalkulálni. Jó, igazából ez a táblázat ez erre szolgált, hogy egy kicsit össze tudjuk hasonlítani azt, hogy ha véletlenül a kamattámogatás elveszik, akkor azért nem arról szól, hogy 30-40 akárhány százalékos kamatot rádobunk, és akkor aztán végleg elúsztunk, és nem fogunk tudni fizetni. Ami szükséges a babaváró hitelhez, hát ugye a TB igazolás, amiről beszéltünk, a bankszámlakivonat, 3 havi bankszámlakivonatot kérünk, amennyiben nem nálunk ugye a számlavezetett az ügyfél, munkáltatói igazolás kell, egy igénylő és szerződés című nyomtatványunk van, a személyes okmányok és ugye az egyéb tájékoztatók. A bírálatra a banknak jogszabályi korlát ez is, hogy 10 naptári nap, tehát nem munkanap, hanem 10 naptári nap alatt a döntésnek meg kell születnie. Tehát itt nem lehet ezt tologatni, meg hetekig rakosgatni, hanem hogy a befogadástól számított 10 naptári nap alatt a banknak döntést kell hoznia. Arra figyelni kell, hogy ugye a különböző dokumentumok hiánytalanul rendelkezésre kell álljanak, mert amennyiben ez nincs meg, akkor a befogadás nem történik meg. A hiánypótlások, ebbe a 10 napba a hiánypótlásokat úgy kell kezelni, hogy amikor mondjuk a kollégák befogadják az igényt, teljesen hiánytalan a dokumentáció, de észreveszik, hogy mondjuk egy munkáltató igazolásról lemaradt mondjuk egy pecsét vagy egy aláírás, akkor az ügyfélnek visszaadják, és addig szünetel ez a 10 naptári nap, amíg vissza nem jön, és onnantól akkor újraindul, nem a 10 nap, hanem ahol befejeztünk, most 3. napon vettük ezt észre, és adtuk vissza, akkor a 3. naptól ketyeg újra az idő. A hitelezési folyamatnak ugye így működik az ábrája.
Tájékoztató szakasz, ugye dokumentumokat ellenőrizzük, akkor be tudjuk fogadni, ha hiánytalan, 10 nap alatt bírálunk, döntünk, és utána folyósítunk. Elmondhatom, hogy azért a takarékcsoportnál az a döntés és a folyósítás között ez szinte aznap szokott működni, tehát nem szokott már eltelni több idő, és az átfutási időnk általában a 2-4 napot mondhatom, hogy bele szoktunk férni már magába a folyósításba is. Jó, és akkor hát itt kicsi összefoglalás, ugye, hogy miért előnyös, mert kamatmentes lehet ugye az egész futamidőre, 10 millió forint szabad felhasználású hitelről beszélünk, tehát ugye nem kell hozzá ingatlan, gyermekvállalási támogatással ugye a fennálló hiteltartozás is akár kiváltható, hiszen ugye szabad felhasználású, tehát bármire lehet költeni. 3 évre ugye felfüggeszthető a törlesztése, állami kezességvállalás kapcsolódik a hitelhez, és gyors a hitelbírálati idő is. Úgyhogy így összefoglalva, meg így elég gyorsan azért, hogy ne húzzam senki idejét, azért összefoglalva elmondtam, hogy mi a helyzet. És amit a legelején mondtam, ugye, hogy a családvédelmi akciótervnek ugye 3 pillére tartozik a pénzintézetekhez, a 3. a jelzálog hiteltartozás csökkentő támogatásnak a változása. 2018-ban lett egy olyan jogszabály, hogy aki jelzálog hitellel rendelkezik, és megszületik 18. január 1-et követően a 3. gyermek a családba, akkor 1 millió forintot támogatásként a jelzálog hitelbe ugye előtörlesztésre kerül. Ez annyiban módosult most 19. július 1-től, hogy nem a 3. gyermek után adják az 1 millió forintot, hanem már a 2. gyermek után, és ha a 3. gyermek születik a családba, akkor meg 4 millió forintot lehet betörleszteni a jelzálog hitelekbe. Ha 18. január 1 előtti ez a jelzálog hitel, tehát már korábbi, akkor az lehetett akár szabad felhasználású hitel, akár jelzálog hitel. Ha 18 utáni a hitel, a felvett hitel, akkor viszont már csak lakáscélú hitelekbe mehet bele ez az állami támogatás. Itt van ugye a jogszabály változásoknak a rövid összefoglalója, tehát ugye korábban a 3. gyermek után, most a 2. gyermek után, 18-ban még ugye úgy fogalmazták a gyermeknek a fogalmát, hogy élő megszületett gyermekről, most ugye, amint említettem már, hogy a 12 hetes magzat is gyermeknek számít, illetve hát, hogyha sajnálatos eset van, hogy a halva született, vagy elhalál az a gyermeknél is, ugye azt is figyelembe lehet venni támogatási szempontjából, és mi korábban ugye a 3. gyermek után 1 millió forint volt, ahogy mondtam, most a 3. gyermek már 4 millió forintot ér kvázi, és nem lehetett fölvenni korábban különbözeti összeget, most az 1 és a 4 millió forinti különbözetet is, ha valaki a 18-ba fölvette, és most meg egyébként ugye jogosult lenne, akkor fölveheti a különbözetet. Úgyhogy de egyébként ezt a jelzáloghitel támogatást az illetékes kormányablaknál kell, járási hivatalok kormányablakába kell elindítani, a pénzintézetekre ugye az igazolás tartozik, hogy mekkora jelzáloghitel van. De ha valaki a következő időkben venne föl jelzáloghitelt, és utána érkezik a gyermek a családba, akkor is működhet ez a dolog. Tehát nem csak az elmúlt időszakban fölvett jelzáloghitelekre, hanem most is. Valaki most vásárol egy ingatlant, jelzáloghitelt vesz föl hozzá, semmi akadálya, működik a dolog, feltételeknek megfelel, és a családban mondjuk már van mondjuk most egy gyermek, ha elindul ez a hitel, és utána a szerződés megkötését követően születik mondjuk a 2. gyermek, akkor igényelhetnek 1 millió forintot, és ebben a jelzálog hitelben, ami persze lakáscélú volt, abban ezt kérhetik ennek a törlesztését. Jó, úgyhogy én azt gondolom, hogy így összefoglalva ennyit tudtam így dióhéjba elmondani, hogy ha bármi kérdés van, akkor várom, illetve Zolinál is lehet jelentkezni az irodában vagy telefonon. Jó, úgyhogy állunk rendelkezésre bárkinek, és hogyha a családban meg akik esetleg nem tudtak eljönni, akkor lehet mondani nekik is, bárkit szívesen látunk a Siklóson, illetve a takarékcsoport bármely fiókjában országszerte. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet.